Szép jó estét kívánok, köszöntöm az ünnepi beszélgetések nézőit. Mai vendégem Juhász Zsófia, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ igazgatója, illetve Kenyér Ágnes marketing vezető. Örülök, hogy itt vagytok velünk. Köszönjük a meghívást. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Át kell, hogy tekintsük a hagyományokhoz hűen, mi minden történt ebben az esztendőben. Hát nehéz dolgunk van, amikor programokról kell beszélni, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a pandémia Székesfehérváron is nagyon sok tervet áthúzott, aki tervet mond, mondhatjuk azt, hogy eshetőségre gondolt ebben az esztendőben. Így viszont nagy lehetőség nyílt arra, hogy az online terek megnyíljanak, és ki hozzászokjon ahhoz, hogy online térben is lehet rendezvényeket szervezni, tartani. Mielőtt azonban erről esnék szó, egy idézet Zsófi tőled, amikor kiderült, hogy a fehérvári programszervező megszűnik, és a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ veszi át ezt a szerepet, 8 házzal tegyük hozzá, akkor azt mondtad, hogy hitvallásunk, hogy nem csak az igényeket szeretnénk kiszolgálni, hanem valamilyen módon formálni is. Ez egy rendkívül fontos mondat, én azt hiszem, hiszen tudjuk, hogy Székesfehérvár kulturális élete nagyon sokszínű, és szervesen kapcsolódik ahhoz a 8 házhoz, amelyet most igazgatsz. Hogy halad a munka? Hogy indultatok? Köszönöm, neki? Egy kicsit megijesztettél, hogy majd engem idézel, és valami olyan van, olyan is, mivel szembesítesz, ami nem valósult meg, de ehhez az állításomhoz, és illetve ehhez a kijelentésemhez, ehhez a hitvallásomhoz ragaszkodom is, és hát a mi szempontunkból ez az év 2021 nagyon izgalmas volt. Több szempontból. Először is én egy új vezetőként, egy új csapattal kezdtem el a munkát. Ezt, aki szervezetfejlesztéssel, emberekkel dolgozik, ezt tudja, hogy ennek vannak nehéz időszakai, és vannak könnyű pillanatai is, és nagyon sok örömöt is szerez az, hogy az új csapattal kell foglalkozni, meg sok gyomorfájást is, és izgalmat is. Tehát mindennek ellenére, hogy rólam azt állítják, hogy én egy határozott vezető vagyok, azért én is tudok belül vívódni, és számomra ilyen szempontból egy kicsit így döcögbe indult el az év, és nyilván ehhez nem járult hozzá az, hogy tele voltunk rendezvénnyel, illetve hogy nem voltak rendezvényeink, mert az az embernek egyfajta felüdülést jelenthet, amikor kimegy egy eseményre, és látja, hogy a kollégái mennyit dolgoztak azért, hogy a fehérváriak jól érezzék magukat. Tehát, ahogy említetted is, figyelnünk kellett arra, hogy valóban a helyi közösségeknek segítsük, hogy ott maradjanak a házakban, a környékünkön, ha nem is valóságosan, de virtuálisan mindenképpen. És ehhez próbáltunk olyan új digitális kultúrát bevinni az intézménybe, amivel azt gondolom, hogy ezt sikerült átvészelnünk, és ugye ez a folyamat még nem zárult le. Visszatérve ez a hitvalláshoz, hogy nem feltétlenül kiszolgálunk és formálunk, én azt gondolom, hogy ez a legjelentősebben a városrészi kisközösségi terekben érzékelhető, hiszen ott megpróbáltunk minél jelentősebben jelen lenni, több rendezvénnyel, amint megnyíltak a lehetőségeink. Nagyon sokat tettünk azért, hogy kis csoportokra fókuszáljunk, a családokat csábítsuk vissza elsősorban, hiszen a gyerekeken keresztül érjük el a felnőtteket is, úgyhogy ezek a programok nem csak az év elején online formában, hanem most valóságosan is működnek a központban, és hát ugye advent idején számtalan olyan eseménnyel vagyunk jelen, nem 8, hanem már 10 telephelyen, ahova családokat, szórakozni vágyókat szólítunk meg, és hát természetesen figyelünk a korosztályi megosztásra, és arra, hogy minél szélesebb társadalmi rétegek legyenek jelen ezeken a kisebb rendezvényeken. Ági, marketing vezetőként mennyiben nehezítette meg a munkátokat a pandémia? Kérdezem ezt azért, hiszen számtalan tradicionális rendezvény ágyazódott be a környéken, az egyes környéken élők életébe, és azt hiszem, hogy az nehéz volt, és abban nyilván segített, ahogy az imént a Zsófi elmondta, hogy az online tér megvalósult. Viszont ezt az átmenetet valamilyen módon képviselni kellett, hogy azért pozitívan jöjjünk ki belőle. Ez így van. Nagyon figyeltünk arra, hogy a közösségi felületeinken, akár a Fehérvári Program Facebook oldalán, Instagram oldalán, akár az egyéb felületeinken folyamatosan hírt adjunk magunkról, és arról, hogy körülöttünk a házainkban, a tereinkben mi az, ami pontosan történik.
akár a változásoktól a legapróbb hírekig próbáltunk mindent azokkal kommunikálni, akik bennünket követnek, vagy akik érdeklődnek a fehérvári programok iránt. Kollégáim abszolút naprakészen, kreatívan rakták össze azt a híranyagot, amivel akár a pandémia alatt, akár a megnyíló személyes kontaktokat lehetővé tévő programokról terveztünk megjelentetni. Nagyon fontos kérdés a csapatépítés nyilvánvaló, hiszen az egyes városrészekben élők azok ott vannak, és mindig is látogatni fogják a kulturális intézményeket, viszont ehhez az új koncepcióhoz nyilván egy új csapatot is kellett építeni, határozott elképzelésekkel, gondoskodó tisztelettel, ha úgy tetszik. Ugye nem feltétlenül kellett előről kezdeni, hiszen az intézménynek is vannak nagyon jó kollégái, és hát a programszervező Kft. Kollektívája is arról híres, hogy mind szakmailag, mind pedig emberileg úgy tudnak az emberekhez és a rendezvényekhez közelíteni, ami azt gondolom, hogy egy ilyen kulturális intézménytől el is várható. Nagyon fontos, hogy nekem az első cselekedeteim között szerepelt, hogy azokkal a kis közösségekkel, akik a házakban vannak, felvegyem a kapcsolatot. Tehát személyesen találkoztunk a vezetőkkel. A kultúrházak éjjel-nappal rendezvény sorozat kapcsán pedig igazából egy ilyen élő munkakapcsolat is alakulhatott ki közöttünk. Ez már ugye az őszi időszakra volt tehető, hiszen pontosan a járványügyi helyzet miatt nem tudtuk ezt korábban megvalósítani. A kultúrházak éjjel-nappalnak pedig direkt az a jelentősége, hogy ilyenkor egy kicsit más fényben tüntetjük fel a műfázat. Nem feltétlenül arról szól, hogy akkor programokkal telítjük, hanem a csoportokat, kis műhelyeket mutatjuk be. Hiszen nekünk is az a fontos, hogy ezek a közösségeknek úgy segítsünk tovább élni, úgy segítsük a fejlődésüket, hogy az utánpótlást is megkeressük. Ez nem feltétlenül a fiataloknak szól, hiszen én ezzel is tisztában vagyok, hogy egy csipkeverő szakkörben nem feltétlenül a fiatalok járnak, de lehet, hogy akár az én korosztályomból, akár az idősebb korosztályokból, vagy olyan nyugdíjasok, akik nem feltétlenül szeretnek nyugdíjas klubokba járni, de mégis szeretnének valamilyen elfoglaltságot, számukra megmutassuk ezeket a lehetőségeket, és akkor itt beszélhetnék az öreghegyi Meridián tornáról, vagy beszélhetünk a szárazréti tánccsoportról, ahol valóban nem fiatalok táncolnak, de mégis örülnek az egymásnak, vagy beszélhetünk a kisfaludi Buzavirág dalkörről, akik nekem ennek az évnek a legnagyobb pozitív csalódásai voltak, hiszen én tudtam, hogy működik itt egy Buzavirág dalkör, de nem tudtam, hogy ilyen jók, és nekik volt lehetőségünk ebbe az évben úgy is segíteni, hogy egy népzenei minősítően remek eredményt értek el. Én ezt egyébként ugyanolyan közösség fejlesztésnek tartom, mint azt, hogy a fotóklubnak segítettünk, hogy tényleg otthonra találjanak a művöldési házban. Nagyon fontos, hogy az embereket sosem az érdekli, hogy ki a fenntartója és ki a működtetője egy ilyen háznak. Mikor bejönnek a barátságmoziba, szerintem senkit nem érdekel, hogy ki a fenntartója ennek a mozinak. Ők egy élményért jöttek, ők egy jó érzésért jöttek, és ezért nekünk mindent meg kell tenni. És így vannak a csoportok is, hogy mindenkinek igyekszünk helyet keresni a házban, a házainkban, és ehhez persze fontos, hogy ők is mennyire működnek velünk együtt. Tehát, hogyha valaki ragaszkodik az elmúlt 10 év tradíciójához, és azért, mert mi így szoktuk, velük nehezebben fogunk tudni ebben a bizonyos formálásban, amiről én beszéltem, ehhez nehezebben fognak alkalmazkodni, és ez egyébként hosszú távon akár konfliktushoz is vezet, és nekem ezt kell megelőznöm. Tehát, hogy folyamatos kommunikációval megértetni mindenkivel, hogy ez azért van, mert egyszer én is leszek nyugdíjas, egyszer Ági is lesz nyugdíjas, és nekünk is kellenek olyan közösségek, ahol mindig vonzó elemek jelennek meg, amiben mi partnerek legyünk. Egyet értek mindenképpen, és nagyon is fontos, én azt mondom marketing szempontból is, hogy ketté osztjuk, tehát az állandó klubokat, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a Töpörtyűktől a nyugdíjasokig szíves látogatói a művelődési házaknak, ugyanakkor a másik oldal, hogy olyan programokat is kell, lehet szervezni, tehát itt a gyors reagálás fontos volt, mert amikor a pandémia után felszabadultunk, és azt mondták, hogy most már lehet közösségi rendezvényeket tartani, akkor, tehát megnyíltak a kapuk, hogy lehetett ezt megoldani, hiszen ez egy kettősség. Eddig megvolt a program
40 legalább óriás rendezvény Székesfehérváron, ami a ti gondotok volt. Itt majd a felsorolást nézzük, hogy mi minden maradt el, de a szerencsehozó Lencsétől a városi szilveszterig, ez mondjuk nem mind, természetesen nem mind a művelődési házakhoz kötődik, de most jó néhány elmaradt. Hogy lehetett ezt a kettősséget kiküszöbölni? Először is a csoportjainknál is törekedtünk arra, itt folytatva egy picit Zsófi gondolatmenetét, hogy szokják meg azt, hogy mi támogató háttérként ott vagyunk mögöttük, marketing kommunikációs szempontból is. Tehát, hogyha nekik van valami kis rendezvényük, saját jubileum, bármiféle apró hír, amiről szeretnék, ha hírt adnánk, akkor abban támaszkodhatnak ránk. Tehát, hogy mi ott vagyunk profi szakemberekkel, nagyon jó újságíró kollégáink vannak, nagyon jó kommunikációs kollégáink vannak, ezekkel folyamatosan tudjuk az ő hírüket is vinni a meg saját egyáltalán, hogy kik így van. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ők léteznek. Léteznek, kiket várnak, milyen programokra, mit szeretnének, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Szerintem az egyik legnehezebb azután, hogy nekik legalábbis, hogy nem mindent nekik kell csinálni. Tehát, hogy valamit adhatnak nekünk is úgymond feladatnak, ami nekünk pedig egy kicsit színesíti a tevékenységünket, mert ugye eddig, ahogy mondtad, a városi nagy rendezvényekkel foglalkoztunk, most már 6. évünk, tehát kezdtünk volna egy picit így beleszokni az évszakos, folyamatos, egész éves dologba, és azért ezek a kis csemegék mindig egy kis pluszt jelentenek nekünk is. Ági egyébként egy nagyon jó dolgot feszeget, hogy ez is egy mesterség, hogy megérezni, hogy egyszerűen nem értik meg azt, hogy, és ez nem csak ez egyesületekre is vonatkozik, hogy mi ugye szervezetben dolgozunk. Én azért tartom fontosnak, hogy Ági itt ül mellettem, mert hogy ezzel is szeretném mutatni, hogy megvan mindenkinek a feladata. Igaz Kriszta a rendezvényeknek a mi voltjával, ő a szakmai vezető, Ági felelés, hogy erről mindenki tudjon, én meg nyilván ezt a szervezeti hátteret biztosítom, hogy ők olyan körülmények között tudják ezt a feladatokat végezni, hogy ez egy laza, kreatív legyen. Na most a közösségek nem egészen értették, hogy van ez, tehát hogy itt lehet akkor tényleg tőlük segítséget kérni, hogy plakátot csinálnak nekünk, és ez a plakát mondjuk most már úgy néz ki, hogy nem egy A4-es papír kiragasztva celluxon a művelődési háznak az üvegére, hanem egy kicsit profibb dolog, amivel mindig az a célunk, hogy minél szélesebb rétegeket érjünk el. Ugye a Facebookos kommunikációval tudjuk, hogy már nem a fiatalokat érintjük meg, ezért rámentünk az Instagramra, tehát ott már van egy külön kollégánk, aki csak azzal foglalkozik. És ami nagyon fontos, hogy amivel szintén egyébként a kommunikáció dolgozott a legtöbbet, hogy a Fehérvár Híró, ugye ez egy applikáció, amivel kapcsolatban én magam szkeptikus voltam, de ugye én ezeket nyilván titkolom a kollégáim alatt, mert nem ez a dolgom, de hát nyilván azt gondolom, hogy egy olyan applikáció, amely egy közösségépítést szolgál, csak az online térben, ahhoz csatlakozhat bárki, az is, aki jelenleg egy masszív közösségnek a tagja, ettől függetlenül az online térben ő is tud játszani. Tehát, hogyha most visszatérünk arra, hogy mivel próbáltuk segíteni a közösségeinket, akkor a Fehérvári Híró applikáció az ugye egy olyan közösséget formált, akik a virtuális térben tudtak egymással csoportot létrehozni, egymással kommunikálni, és mi ehhez játékokat, ehhez feladatokat adtunk, és egyébként jó hír, hogy a Király Napok idején ezt a játékot ismét felfrissítjük, és nyilván, mivel egy aranybulla emlékével előtt állunk, teljesen természetes, hogy az aranybulla áll a középpontban, de azt gondolom, hogy nyilván abban, én azért azt remélem, hogy abban az időszakban már tele leszünk rendezvénnyel, és a gyönyörű főutcánknak minden porcikáját kihasználjuk, és mivel most már mint olyan intézmény vagyunk, akiknek a település részekre is koncentrálni kell, tehát ott is jelen leszünk a rendezvényekkel, de ez a Fehérvár Híró, ez meg segíti azt, hogy a fotelban ülők, akik nem szánják rá magukat, hogy végig sétáljanak az utcán, mert nincs kivel, vagy mert csak egy lustaság, vagy fáradtság, vagy egy egyszerű érzés, hogy most nincs kedvem, akkor is ott van az applikáció, amivel valamilyen módon részese lesz ennek a nagy zsibongó körforgásnak. Igen, ez már egy tűről metszett 21. század története. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, mert azért gyakorta sétálunk a belvárosban, hogy megjelentek azok a hirdetőtáblák, nem tudom, jól nevezem, hirdetőtáblák. Igen, mi infotorolnak hívjuk. Igen, ahol én látom, hogy nagyon-nagyon sokan állnak meg, ugye háromszögű,
és körbejárják, hiszen minden olyan program fönt van, ami a közeljövőben sorra kerül. Ez is egy újabb lépcső. Igen, szerintem. Ezt Ágival találtuk ki. Nyilván nekünk meg szervezőknek, ugye nagyon, Ági meg ezt is pedzegette, hogy nem jó, hogyha így beleszokunk abba, hogy most szilveszter, akkor szilveszteri programot szervezünk. Ha január, akkor lencsézünk. Ha február, akkor Pesovár Ferenc népdal éneklési versenyt. Hogyha jön a nyár királynapok. Tehát ez jó dolog, csak hogy mi is így, hogy ne szokjunk ebbe, ne kényelmesedjünk el. Ezért nekünk nagyon fontos, hogy járjuk az országot. Az lenne jó, hogyha a világot is járhatnánk. Ugye nyilván a zenélés kapcsán rengeteg, erre van lehetőségem. Ági ugye táncolt az Alba régiába, így mondjuk itt elfújt egy kicsit bennünket a szél, de próbálunk minél több másik fesztiválra elmenni. Ez a benchmarking, ami ugye a minőségfejlesztésben jelent, vagy van jelentősége, ez az egymástól való tanulás, tehát ez amikor elmegyünk, és ezt csúnya szóval így elcsenünk ötleteket. Ebben szerintem semmi kivetni való nincsen, és ezeket az infotornyokat már nem tudom melyik nagyvárosban láttuk, nem így nézett ki, amilyen sokkal jobb természetesen, de ott láttuk, és mert mi is kerestük a lehetőséget, hogy hol fogjuk azt annak az embernek kommunikálni, aki nem facebookozik, nem néz honlapot, nem olvas újságot, nem beszélget senkivel, nem száll be a liftbe, hogy ott hol fogjuk elérni. És akkor találtuk ki, hogy ez lehet a legjobb megoldás, mert erre tényleg, mivel ez 1 méter x 2 méter magas tornyok, ezek a legjobb hirdetési felületek. Nem is hirdetésnek mondanám, hanem információs területek. Ez megerősítést jelent, hogy az ötletből valóság lett, és ráadásul egy sikersztori? Abszolút, sőt, azt elmondhatom, hogy az idei évnek volt újítása, hogy ezeket az információs toronymolinókat, hosszú nevén mondva, már nem csak információ átadásra, hanem már program elemként is igyekeztünk használni. Tehát a Magyar Kultúra Napján egy szabadtéri kiállítást terveztünk rájuk, egy kicsit ilyen modernebb felfogásban szintén megvalósultak a belvárosban, illetve a Schwäbisch-Gmündi delegáció látogatásakor pedig szintén egy ilyen 30 éves testvérvárosi kapcsolatot hirdetett a királynapok alatt. Úgyhogy picit próbálunk túlmutatni most már csak az információ szolgáltatáson, vagy akár reklámfelületen, illetve most már a rendezvény dizájner kolléganőnk, Szili Zsuzsi a kiállításaihoz eléggé szépen elkezdte ezeket az információs torony szerkezeteket felhasználni. Tehát, hogyha most valaki a belvárosba elindul, akkor egy ilyen kis műanyag flőrszékekkel kirakott felületet is láthat. Korábban már volt mellette szőnyeg, balettszőnyeg, tehát próbáljuk bevonni őket így a kiállításaink promóciójába is. Nagyon sok lehetőséget ad, tehát ez a jó benne. Így van, jó körülnézni egyébként a belvárosban ilyen szinten is. Ha már a humán erőforrás, az emberi vonalatról beszéltünk, akkor egy kicsit az épületekről is, hiszen számtalan felújításnak vagytok a kellős közepén, illetve van, ami még el sem kezdődött. Melyek ezek? Igen, egy kicsit onnan vezetném be, hogy amikor 2020 novemberében bementem a fürdősori épületbe, ugye ez a régi ifjúház, vagy szabadművöldésház, ami a tóparton látható, egyébként szerintem ez nagyon szép, inkább azt mondom, izgalmas épület, azt látom a Facebook bejegyzéseket, annyira nem oszlik meg egyébként a vélemény, de alapvetően szerintem mindenki lát benne fantáziát. Külsejében biztos, és belsejében is, de én amikor bementem 2020 novemberében, én nagyon rossz kedvű lettem, hogy itt kell dolgozni, úgyhogy azon mindennemmel azon vagyok, és ebben már említett Szili Zsuzsi nagy segítségemre vagy, hogy kicsit úgy átvarázsoljuk a belsőjét, és hát ugye ezeket a terveinket, ezt elő is vezettem egy városvezetői egyeztetésen, és azt láttam, hogy polgármester úr is nagyon nyitott rá, úgyhogy rögtön le is csaptam a lehetőségre, és nem csak a fürdősorban teszünk egy kis, most ott csak egy kis apró átalakítást, hiszen ezt mindenki, nagyon sok mindenkit érdekel a városban, hogy mikor költözünk már ki a 3. Béla Király tér 1-ről, úgyhogy most tudom mondani mindenkinek, hogy december 31-én megtörténik
az átköltözésem egy nagyon izgalmas dolog, hiszen a tóparton ezt az irodarendszert kialakítani, ez egy klassz. Szóval ez minden nőnek, aki így szeret lakberendezéssel foglalkozni, vagy így design, dekorálni, vagy úgy kis ilyeneket ide tenni, fölragasztani, ez nekünk nőknek, ez most egy kánoán, és ezzel párhuzamosan pedig az Öreghegyi Közösségi Háznak egy részleges felújítása valósul meg, ami szintén egy picit mondhatjuk azt, hogy a külsőségeket érinti, de nagyon fontos, hogy ezek a külsőségek, tehát külsőjében belül, tehát ez a belső külsőségekről beszélek, hogy ez megvalósuljon, hiszen a régi bútorokat, amik nem vonzóak, mondjuk például a fiatalok számára, és megmondom őszintén, nekem sem, tehát ezeket jó lecserélni, mert ahogy ez az átrendezés, ez az átalakítás nekünk is örömet jelent, én azt gondolom, hogy a látogatók számára is egy üde fogadótér, egy üde kávéház kialakítása, az mindenkire vonzó. A fürdősorral egyébként most hallgatta, szerintem megolvasta mindenki a bejelentéseket, hogy ugye a Tóparti Gimnázium megújul. Én azt gondolom, meg sejtem, hogy ez nyilván a művödési ház részre is fog vonatkozni, és igenis, hogy nem szabad már, hogy olyan közösségi tereink legyenek, ami nem vonzó, amivel nem fogom kihívni a fotelből a fehérvári polgártársamat, hogy jöjjön el egy rendezvényünkre, mert nem tudok neki olyan milliót szolgáltatni, mint a nappalia. Tehát túl kell lépnünk ezeken, varázslatossá kell válni, izgalmassá, bele kell mennünk a digitális közművelődésnek minden szegmensébe, olyan műhelyek kellene, tehát szép az, hogy valaki kosárfonással foglalkozik, meg csipkével, de nekünk olyan műhelyekbe kell gondolkoznunk, ahol ők így látják egymást, ahol megtalálhatják a kapcsolódási pontokat, és én ezt vázoltam fel egy hosszú távú koncepcióban, ennek vannak kisebb, tehát részelejője is, és az a célom, hogy amíg most az igazgatói mandátumom él, hogy ezt apró lépésekben de megvalósítsam, és nagyon jó a csapatunk, tehát a fiatalokkal vagyok körülvéve, az anyjuk lehetnék egy csomó kolléganőmnek, meg kollégámnak, nagyon ügyes kollégák vannak, tehát hihetetlen jó érzés, hogy fehérvári diákokról beszélünk, akik a gyerekeimmel jártak egy középiskolába, és hogy mi lett belőlük. És hát a barátságmozi meg az meg továbbra is egy ékszerdoboz a városban, és annyira jó érzés, hogy tényleg van egy olyan törzsközönségünk, akik ragaszkodnak hozzánk, akik nem csak azt írják, hogy én úgysem megyek majd, mindenképpen nálatok akarom megnézni, hogy ő ezt őszintén gondolja. És erre alapozva meg tudtunk indítani filmklubot, amiről lehet azt mondani, hogy egy ilyen őskövet, mi az, hogy filmklub. Nagyon jó filmklubokat csinál a Matúz János. Idősebbeknek csináltunk délutáni vetítést, hogy 3 órakor kedvezményesen megnézzenek filmeket. Tele van. Csajos est, nem tudok olyan témát mondani, amivel ne lenne telt házunk. De számít a marketing, számít a kommunikáció, és számít az, hogy a fiatal szervezők minden erejükkel azon fókuszálnak, hogy mindig újat és újat találjunk ki. Így van, ne ockodjunk a jelzőszerkezetek használatától, tehát jöjjön a csoda, így van. Byron valahogy úgy mondta, hogy képzeld el, amit kívánsz, kívánd, amit elképzeltél, és a legfontosabb, teremts meg, amit kívántál. Azt hiszem, hogy ez így jó. Nos, ennek tükrében nézzük az év végét. Ugye az augusztus 20-ai ünnepség sorozat az megvolt rendben, a fehérvári advent nem különben. Lesz-e évvégén, lesz-e városi szilveszterünk? A tervek szerint igen. Tehát nyilván ez a járványügyi intézkedésektől függ, de a szilvesztert megtartjuk. Van egy kis korlát, amitől nem tudunk eltekinteni nagy rendezvények esetében, tehát le kell zárnunk egy részt, ahol védettségi igazolvánnyal tudnak bejönni a látogatók a koncertet megnézni. Én azt remélem, hogy mindenki felnőttként tud ehhez a korláthoz, szó szerint korláthoz hozzáállni, mert nyilván egy kordonnal kell lezárni. Én azt gondolom, hogy itt elég fontos
folyamatok zajlanak annak érdekében, hogy ez a járvány megálljon. Én a magam részéről és a kollégáim részéről mi mindent meg fogunk tenni, hogy ezt segítsük, de nyilván azt a lehetőséget, hogyha egyébként lehet szervezni ilyen jellegű eseményt, akkor azt nyilván adjuk meg a fehérvárjaknak, és ugyanez vonatkozik a szerencsehozó lencsére, amit hangsúlyozok, hogy ez nem egy ételosztó rendezvény, nem is annak jött létre. És hogyha valaki tényleg nem azzal foglalkozik, hogy oda jöjjön az éthordójával, telepokolja és elmenjen, hanem egy picit tényleg megérzi azt a szándékot, ami a város szándéka, hogy üljünk le egy pillanatra, fogyasszuk el együtt ezt a lencsét, legyen együtt szerencsénk, ha ezt valaki megérzi, akkor, és tényleg eljön, akkor nem fogja legközelebb azt mondani, hogy ez egy számára egy más jellegű rendezvény. Mi, akik ott vagyunk, ugyanannyi energiát teszünk bele, mint a királyi napok megszervezésébe, úgyhogy nagyon reméljük, hogy legalább ezt értékelik a fehérváriak, és eljönnek. Történjék így. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek. Omikronmentes boldog új évet kívánok. Neked is azt kívánjuk, és a csapatodnak is. Köszönjük szépen a meghívást. Köszönjük. Kedves nézőink, az ünnepi beszélgetések sorában Juhász Zsófia és Kenyér Ágnes volt a vendégem, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ igazgatója, illetve marketing vezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!